Legionárius nézetek és antiszemitizmus a parlamentben, kivonult az RMDS a plénumból. Aláírásgyűjtés, Antal Árpádot indítja polgármesterjelöltnek az RMDS Sepsiszentgyörgyön. Új igazgató, Konrád Judit vezeti a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház orvos csapatát. Jó estét kívánok! Az Erdély Magyar Televízió híradóját látják. Megszavazták a közszolgálati televízió új összetételű igazgató tanácsát a parlament kétházának együttes ülésén. Az RMDS a szavazás előtt kivonult a teremből, mert kifogásolta, hogy a liberálisok Vanna Stanciulescu személyében a legionárius mozgalommal szimpatizáló tagot jelöltek. A javaslatuk megvitatásakor szóba került, hogy a liberálisok egyik jelöltje Vanna Stanciulescu legionárius nézetekkel szimpatizál. Több liberális felszólaló védelmébe vette a jelöltet, ám nem a nézeteit tagadták, hanem a vasgárdista mozgalmat próbálták védelmezni. Ez a szerencsemosdatás váltotta ki az RMDS haragját. Marco Béla szenátor a mikrofonhoz lépve elmondta, ha az érintett nem határolódik el korábbi kijelentéseitől, az RMDS honatjái elhagyják a termet. Hívják ide a mikrofonhoz, kérjen bocsánatot és tisztázza az álláspontját. Ha ez nem történik meg, elhagyjuk a termet. Nem akarunk részesei lenni egy olyan kezdetnek, amelyet 26 évig sikerült elkerülni. Köszönöm. Vanna Stanciulescu kinevezése ellen nézetei miatt több jeles politikai és kulturális személyiség néhány napja nyílt levélben tiltakozott. Bár egyszerű igazgatótanácsi tagként valószínűleg nem tud jelentősen beleszólni a közszolgálati televízió műsorpolitikájába, Marco Béla szerint veszélyes precedens, hogy a parlamentben nyíltan védelembe vették a legionárius eszméket. Figyelmeztetnünk kellett a kollégáinkat arra, hogy itt átlépnek valamilyen határt, ami aztán visszafordíthatatlanná teszi a dolgokat. Én amúgy is azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben erősödik a gyűlöletkeltés, erősödik az idegenellenes, vagy a mi esetünkben magyar ellenes beszédmód. Az igazgatótanács összetételét végül az RMDS részvétele nélkül szavazták meg alig 21 ellenszavazattal. László Attila szenátor elmondta, hogy a testület tagja lett a szövetség által javasolt debreceni Hajnal, póttagja pedig Róstás István Szabolcs. Örvendetes tette hozzá, hogy az RMDS jelöltje a mérleg nyelve lehet a 13 fős testületben. Az a mandátum, amivel debreceni Hajné rendelkezik, és itt főleg a kisebbségeket érintő, meg a területi stúdiókat érintő problémák, az általános problémák mellett itt tiszteletben lesznek tartva ebben a tanácsban. Másfelől azt is figyelembe kell vegyük, hogy azért van két másik kisebbségi jelölt is ebben a testületben. A testület ezután zárt ülésen arról is döntött, hogy a kormány jelöltjét Giorgio Orbánt javasolják elnök vezérigazgatónak. A törvény által előírt 550 helyet 10 000 aláírás szeretnének összegyűjteni Antal Árpád polgármesteri jelölésének támogatására. Az aláírásgyűjtést szerdán indította az RMDS. Céljuk felmutatni Sepsiszentgyörgy kiáll városvezetője mellett. Sepsiszentgyörgyön az RMDS Antal Árpádot indítja polgármester jelöltként. Az aláírásgyűjtés kapcsán tartott sajtótájékoztatón az RMDS városi tanácsosai bejelentették. Egy emberként felsorakoznak Antal Árpád mögé, mindannyian folytatni szeretnék munkájukat még egy mandátum idejére, ezzel is jelezve, hogy jó csapatként dolgoztak együtt a városvezetővel. A törvény szerint a jelöltséghez a lakosság 1%-ának a támogatása szükséges, ám az RMDS 10 000 támogatása aláírást szeretne összegyűjteni. Szentgyörgyi aláírásgyűjtéssel nem csak a törvényes kötelezettséget akarjuk teljesíteni, hanem beszeretnénk bizonyítani azt, hogy Antal Árpádot, jelöltünket az emberek szeretik, tisztelik, értékelik azt, amit eddig dolgozott, és azt szeretnék, hogy az elkövetkezőkben is folytassa a munkát. A városban 7 helyszínen, de házról házra járva önkéntesek is gyűjtik a támogató aláírásokat. Antal Árpád a sajtótájékoztatót követően egy közösségi oldalon azt írta, amennyiben a polgármesteri teendőktől való eltiltását feloldják, akkor boldogan folytatja a megkezdett munkát. Kovászna megyében a 45 közigazgatási egységből 40-ben indít az RMDS saját jelöltet. A polgármester jelöltek 10%-a első mandátumára pályázik, a két legfiatalabb jelölt 32 éves.
Hetedik napja van érvényben a dohányzás szabályozó törvény. A vendéglátósok megcsappant forgalomról panaszkodnak, a rendőrök pedig büntetik a törvényszegőket. Szerdaiért bepakoltuk ide őket, és azóta nem használjuk. Bedobozolták a hamuzókat ebben a kávézóban, és ezzel együtt a vendégek egy részét is, persze idézőjelesen. Az elmúlt napokban ugyanis lényegesen kevesebben tértek be ide, mint azelőtt, és ezért egyértelműen a dohányzás betiltása okolható, mondják. Van, aki örül neki, van, aki nem, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon lecsökkent az árulás, kevesebb kliensünk van, na de... Lehet megszokják az emberek így, és majd lesz. Ha rajta kapják a tilosban dohányzókat, már büntetnek a rendőrök. Eddig két büntetést rottunk ki, 100-100 leírtékben. Egy személy egy főtéri étteremben dohányzott Marosvásárhelyen, egy hölgy pedig a Medgyesfalvi negyedben, egy buszmegálló közelében égő cigarettával bement egy kereskedelmi egységbe, és nem akart elmenni onnan. Háromszéken hétvégén 15 személyt büntettek meg, közel 2000 leértékben, de az ország minden pontján akcióba léptek a rendőrök és a csendőrök. Egyelőre inkább figyelmeztetnek, és a legkisebb büntetéseket róják ki. A törvénysértő kereskedelmi egységeket akár 15 000 lejes bírsággal is sújthatják. Ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet, a szabálysértéseket ne a 112-es segélyhívón jelentsük be, hanem a helyi rendőrség telefonszámán értesítsük a hatóságokat. Romániába a krajovai üzembe költöztetné legkisebb terepjáró modellje az EcoSport gyártását a Ford. Eddig az indiai üzemből szállították a modellt az európai piacra, de hamarosan a krajovai szerelőcsarnokból gurulhatnak ki az első darabok. Az autógyártó bejelentette, mintegy 200 millió eurót fordít a krajovai üzem felkészítésére, ahol a tervek szerint már 2017 második felében megkezdik az EcoSport gyártását. Krajován egyébként jelenleg a B-Max modellgyártása zajlik, azonban az utóbbi időben csökkent a kereslet az egyterű kis autó iránt. Új orvos igazgatója van a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórháznak. Az intézmény vezetősége Hargita megye tanácsának elnökével tartott sajtótájékoztatót, hogy ismertessék közös terveiket. A Csíksomlyói Kórház elköltöztetésének megoldása, saját laboratórium kialakítása, leszállópálya létrehozása a sürgősségi helikopter számára, lakások építése és bérlése az orvosoknak, orvoshiány pótlása. Ezek szerepelnek Hargita megye tanácsa és a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház közös tervei között, amelyeket sajtótájékoztató keretében ismertettek. Inkább kevesebbet költöttünk máshova, de a kórházra mindig volt pénz. Most bízom benne, eljutunk abba a szintre, hogy akkor ezt a sok pénzt, amit a megyei tanács biztosít a kórháznak, a sikerül is úgy felhasználni, hogy a betegek, a Hargita megyei emberek, a csíkszeredaiak, azok mindenki egy szokszerű gyors ellátásban részesüljön. A tájékoztatón Borbóly Csaba megyeelnök bemutatta a kórház új orvos igazgatóját, dr. Konrád Juditot. Számomra ez egy nagy kihívás, hogy az itteni orvosokkal, akiket részben vagy személyesen, vagy hírből ismerek, és tudom, hogy nagyon igényes emberek, de remélem, hogy nagyon jól fogok velük kommunikálni, mert még máshol is voltam orvosigazgató, és mindent elkövettem annak érdekében, hogy az orvosi gárdát azt magam mögé tudjam állítani. A Csíkszeredai Kórházat hármas kategóriából kettesre szeretnék fejleszteni, mert így sokkal több pénzt kapnának a biztosító pénztártól, ami magasabb szintű szolgáltatást, több szakembert jelentene, így az intézmény vonzóbb lehetne az orvosok számára, és külföld helyett itthon gyakorolnák a szakmájukat. Nyílt napot szerveztek ma a Maros megyei rendőrségen. Ez volt az első mozzanata a Román Rendőrség napja alkalmából szervezett rendezvénysorozatnak. Az érdeklődők a rendőrség bevetésekhez használt felszereléseit, járműveit és fegyvereit is szemügyre vehették. Óvodások és elemisek lepték el a Maros megyei rendőrség udvarát, zsúfolásig megtelt gyerekekkel a rohamosztag autója, de a közúti rendőrség motorbicikliét is sokan megcsodálták, mindenki megtalálta a kedvére valót. A benne mutató. Mi tetszett benne? Hogy a fett, amit használnak. Motocikleta.
Nekem a motorbicikli tetszett, igaz, hogy nincs annyira felszerelve, de gyorsabb, mint az autó, és ezért jobban kedvelem. De bárki szemügyre vette ma a bevetésen használt felszereléseket. A gyorshajtók kiszűrésére használt radarkészülék egyre pontosabb, és minden pozícióból képes meghatározni a jármű sebességét, mi több rögzíti is azt. 360 fokban forgatható mobil filmező kamerája van, a képernyőn pedig láthatjuk a felvételt, és amennyiben a tetten ért sofőr hibás mérésre hivatkozik, a helyszínen is vissza tudjuk nézni a felvételt. De a mobil kriminalisztikai laboratóriumot is gyakran beveti a rendőrség. Ennek segítségével könnyebben utolérik a tolvajukat, gyilkosokat. Ez a helyszínelést segíti. Nyomokat tudunk venni a helyszínen, új lenyomatokat, de akár cipőnyomokat is. A román rendőrség napját 2002-től hivatalosan március 25-én ünneplik, ezért pénteken ünnepélyes keretek között a rendőrség kitűnő teljesítményű tagjait is előléptetik. Bárány már van, a vásárlók viszont az árak csökkenését várják. Nézzük, mit kínálunk még a folytatásban. Gazda tüntetés. Bukarestbe mentek az erdélyi állattartók az elmaradt támogatásokat követelni. Bárányvágás. Élősúlyban 12 lej, boltban 25 lej is elkérnek a húsvéti bárány kilójáért. A támogatások késése miatt tiltakoztak a tejtermelők és állattenyésztők Bukarestben. A gazdák továbbá tisztességes felvásárlási árat is követeltek, a nyers tejre és a húsra, illetve a jogszabályok módosítását is el szeretnék érni. A tüntetők a parlament előtt gyülekeztek. A szervezők több ezerre becsülték a résztvevők számát. Tiltakozásuk témáját magasba tartott transzparensekkel próbálták közölni. De felbukkant a tömegben egy rezes banda is, hogy tartsa lelket a protestálókban. A tömegben erdélyi magyar gazdák is jelen voltak, akik elmondták, a tavaszi munkálatokat már nincs miből elkezdeni a támogatások késése miatt. Meg van csinálva 2014-2015-ös évre a szubvenció a földekre, az állatokról még sehol semmi, egy lájt nem kaptunk. Ígérgatnak, és az ígérettel maradtunk. Most összejött egy olyan dolog, hogy jövünk tüntetni, itt vagyunk az egész országból, és követeljük jogainkat, követeljük a pénzt. A törvényes keret visszásságai ugyancsak sok gondot okoznak. Például az ÁPI a legújabb szabályozása, amely a társulásokat lehetetleníti el, mondta ez a gazda. Eddig próbálták összeszedni az embereket, hogy társulásokba gyűjünk össze, mostan verik széja, hogy mindenki egyénileg tegye ki, a területeket osszák el, és egyénileg tegyen mindenki el. Egy másik probléma, amikkel konfrontálódunk, az a tejpiacnak a nagyon alacsony ára, tejnek az átvevési ára nagyon-nagyon alacsony. A résztvevők elmondták, addig folytatják az akciót, amíg sikerül megoldani a felvetett problémákat. Kolozs megye díszpolgárává avatják Kallos Zoltán néprajzkutatót, népzenegyűjtőt. A vonatkozó határozatot a Kolozs megyei tanács mai ülésén fogadták el. A címre Vákár István, a tanács alelnöke terjesztette fel Erdély legismertebb etnográfusát. A Kolozs megyei tanács mai ülésén 29 mellette szavazattal fogadták el azt a határozatot, amely nyomán Kallos Zoltán néprajzkutatót Kolozs megye díszpolgárává avatják. Vákár István megyei alelnök szerint a cím elismerés lenne Kallos Zoltán eddigi munkásságáért, és méltó ajándék a közelgő 90. születésnapjára. Óriási munkája van a háttérben, és mi ezt nagyon is értékeljük, és ez egy parányi kis ajándék, amivel meg tudjuk ajándékozni egy ilyen munkát és egy ilyen életművet, amit nem szükséges neki ez a plusz titulus, mert van 1 millió titulus, inkább nekünk szükséges, hogy legalább egy ennyivel tudjuk mi is, mint megyei tanács megtisztelni. Az oklevél átadásához kapcsolódó esemény megszervezéséről a későbbiekben döntenek. Kallos Zoltán végezte a magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést. Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a folklór különféle műfajait. 1992-ben létrehozta a Kallos Zoltán Alapítványt, amely azóta is számos hagyományőrző tevékenység szervezője, valamint a moldvai csángók ügyének egyik kiemelkedő támogatója. 2-től kezdődően már az ideiglenes vágópontokon is vásárolható bárány a húsvéti asztalra. Egyelőre azonban kevés az érdeklődő. A vásárlók azt várják, hogy kisebb számok szerepeljenek az árcédulákon. Bárányt mérnek ezen a marosvásárhelyi piacon. Az érdeklődők sokalják az árakat, de az árusok sem bizakodók. Azt mondják, kevés a vásárló. Tavaly élősúlyban 10 lejét adták a bárányhús kilóját,
Most 12-13 lejt kérnek az árusok, de a vásárlók átcsökkenésben reménykednek. Kodó Ervin harackerékről hozott 35 bárányt a vásárhelyi piacra. Az árak szerinte is változnak még. Reméljük, hogy nem, de szerintem olcsóbb lesz. A piacon ideiglenes vágóhíd is működik, egy hétre kapott engedélyt. Itt 18 lejért vágják le a bárányt. A vágópontot az állategészségügyi hatóság folyamatosan ellenőrzi. Állandó felügyelet van, a kolléga benn van, tehát ameddig van a program, 7 órától 17 óráig, és inkluszív szombaton is. Hasonló ideiglenes vágóhíd Maros megyében csupán Segesváron van. Hargita megyében 3 településről, Kászonról, Felsősófalváról és Csíkszentmiklósról kértek engedélyt. A bárányhús már néhány áruház polcain is megjelent. Ebben a marosvásárhelyi üzletben környékbeli gazdáktól vásárolt bárányt árulnak. Ezt saját, engedélyezett vágóhídon is helyben dolgozzák fel. Az üzletben 24,90 a kilónkénti ára a fél báránynak. Ez egy kicsivel magasabb, mint a tavalyi évben, mivel az idén már drágában lehet felvásárolni az élő állatokat, mivel elég sokat elvisznek külföldre, Olaszországba, arab országokba. A cégvezető szerint az árak azért is magasabbak, mert idén korán van húsvét, de idővel mérséklődnek, és ortodox húsvétra már valószínűleg alacsonyabbak lesznek. Romániában egyedülálló amatőr roma színtársulatot hozott létre egy nagykárói tanítónő, így integrálná a roma gyerekeket a társadalomba. A pedagógus egy saját darabot írt, amely a nemzetiségek együtt éléséről szóló nagykárói életképeket mutat be. A városban komoly kihívást jelent a roma lakosság integrációja, hiszen csak 400-an vallják magukat romának, ennél azonban jóval többen vannak. Kocsma és az új csűr tulajdonosa mindenben az önszolgálatára áll. Helyi zsidó kereskedőt játszik a színdarabban Berki Patrik. Első szerepe ez, de már is úgy érzi, hogy a színpadra született. Én nem tudom, hogy pontosan, hogy még akarok lenni, mert azt mondják, hogy a színészhez is van egy kis tehetségem, meg az énekhez is. A Komédiások című tragikomédiában a 19. század elejé Nagy Károlyt mutatják be a gyermekek. Azt játsszák el, hogyan sorozták be a császári seregbe a magyar, román, sváb és cigány legényeket. A színdarab ötletgazdája Kolbaszer Erzsébet tanítónő, aki néhány éve roma gyermekeket tanít az iskolában. A pedagógus fontosnak tartja, hogy órák után is foglalkozzon velük, így jött létre a színjátszó csoport. Sok tehetséges gyerek van azért, olyanok, mint a gyémántok, csak ki kell őket csiszolni, föl kell fedezni. Én gondolom, hogy jó lesz, és kedvet kapnak, és rosszat nem tanulnak itt. Az ötletet a Szatmár megyei tanfelügyelőség is felkarolta. Gál Gyöngyi főtanfelügyelő helyettes elmondta, az országos nevelési stratégiának egyik fontos célkitűzése a hátrányos helyzetű gyermekek délutáni tanítása. Ne alakuljon ki a hátrány, vagy ha hátránnyal indult már, lehessen felzárkóztatni ezeket a gyerekeket, hogy ne legyenek analfabitáink, hogy elvégezzék a kötelező oktatást, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. A gyermekek a romák nemzetközi napján mutatják be a színdarabot. A tanítónő ugyanakkor romáknak szervezett szavalóversenyre is készíti a tehetséges gyermekeket. Másodszorra szerveztek magbőrzét Gyergyószentmiklóson. A Cserebere mellett az érdeklődők előadásokat is hallgathattak a kertészkedésről és a növénytermesztésről. Egy egész délutánon át a hagyományos gazdálkodásról hallgathattak előadásokat az érdeklődők a Gyergyószentmiklósi Művelődési Házban. A táplálék minősége nagyban függ az alapanyagoktól, hangzott el a bőrzén. Megfogtam a mi házi kenyerünket, becsomagoltam fóliába, két hét után a medvék, ha megdobom, betörtük volna az oldalkodáját, előbe szállat, és abszolút semmi más tényérlenek valóban nem ült ki rá, mert mivel kovászat készítsük, tehát nincsen benne se térfogat növelő, sem ízfokozó, sem tartósító, semmi. A jövőleg zöldben is rátelepedett, ami egy természetes lebomlási folyamat a természetben. A magvak minősége, csíráztatása és ültetési technikája szintén nagyon fontos az organikus gazdálkodásban, csak úgy, mint a komposztálás vagy épp a gyógynövények használata. Az előadások között, illetve a végén a vetőmagokat cseleberélték egymás között az érdeklődők. Csődeljárás a Marosvásárhelyi ASEAN-nál. Sporthíreink következnek.
A női kosárlabda bajnokság alapszakasz győztese a Sepsi Szik Gyulafehérvárral csatázik a bajnoki döntőben. A két együttes idén már háromszor találkozott egymással. A Nemzeti Liga nyitó fordulójában 70-36 arányban nyert a Sepsi Szik, a visszavágón pedig 62-59-re nyertek. Legutóbb a Román Kupa elődöntőjében csatáztak a felek, és a Brassóban lejátszott mérkőzésen is a háromszékiek nyertek 65-45-re. A három győzelemig tartó párharc első két mérkőzését Sepsiszentgyörgyön rendezik ma és holnap. Jóvá hagyta a csődeljárás beindítását a Marosvásárhelyi ASZIA vezető tanácsa, adta hírül a Digi Sport. A döntésről a klub hivatalosan nem közölt semmit, de amennyiben ez igaz, akkor a Marosvásárhelyi ASZIA nem csak a játékosait veszítheti el, hanem a lehetőséget is, hogy európai kupában induljon. Vereséggel kezdte a román jégkorongbajnokság döntőjét a Csíkszeredai Sportklub. A kékfehérek 4-1-re kaptak ki a címvédő Dunarják Galac csapatától. Borult a papírforma Csíkszeredában, és a Galac hoki csapata határozottan lépett fel a hazaiak ellen. Ez a taktika bevált, és a dunapartiak a biztos védekezésre alapoztak, illetve igyekeztek minél gyorsabb ellentámadásokat vezetni. Ez pedig rendre nehéz helyzetbe hozta a sportklub védelmét. A Galac egy szervezettebb játékot mutatott az előző találkozóinkkal ellentétben, és meg is lepett ez részben. A mi helyzeteink pedig nem sikerült ugye a helyzeteinket gólra váltani, és így az eredmény, ami történt a pályának, az eredmény is tükrözte. Jobban meg fogunk figyelni a védelmünkre, és új nap, új mérkőzés, természetesen a győzelemért fogunk hajtani már. A 4 győzelemig tartó döntőben 1-0-ra a Galaci Dunarjá vezet. A következő összecsapást ma este rendezik Csíkszeredában, majd pénteken és szombaton Galac lesz a házigazda. Ez volt a híradó, most pedig mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.